A demokrácia és az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően a képviselőknek szabadon kell rendelkezniük mandátumukkal. Az előre megírt és borítékolt lemondó nyilatkozatok politikai játszmákhoz vezethetnek. A pártok manipulálhassák természetesen, hogy hány képviselőtől, kinek, kitől veszik vissza, illetve kinek adják át a mandátumokat. Így az egyéni választás elve sérül tulajdonképpen, hiszen visszakerülhetnek a mandátumok, és tulajdonképpen bárkinek, vagy a pártok kedve alapján szétoszthatják ezeket a mandátumokat. A Vajdasági Magyar Szövetség elítéli az úgynevezett Bianco nyilatkozatok intézményét. Pásztor Bálint, a VMS köztársasági parlamenti képviselője a Pannon RTV-nek elmondta, a más frakciókban ülő képviselők éppen ezért nem merik támogatni a magyarságot érintő VMS-es indítványokat. Ez azt eredményezi, hogy a saját községük, a saját legközvetlenebb környezetük érdekében sem tehetnek semmit, mert a belgrádi pártközpontok diktátumai alapján járnak el. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy a borítékon lemondó nyilatkozatokat meg kell szüntetni Szerbiában. A köztársasági parlament február 20-a előtt biztosan nem ül össze, leghamarabb akkor tárgyalhatnak a borítékolt nyilatkozatok eltörléséről.